Tomboló nyár, sok napsütés, fátyol és gomoly felhők, valamint kisebb futó záporok és zivatarok. Ezek jellemzik térségünk időjárását az előttünk álló napokban. Komolyabb és tartósabb felfrissülést ígérő nagyobb mennyiségű csapadék azonban továbbra sem érkezik majd vidékünkre. A hőmérsékleti minimumok 15 és 19 fok körül, míg a nappali csúcsok várhatóan 20 és 26 fok között alakulnak a napokban. Most lássuk, mire számíthatunk az előttünk álló éjszakán. A késő esti éjszakai órákban 23 és 26 fokos minimumok mellett számottevően gomoly, illetve fátyol felhők takarhatják felettünk az eget. Némi csapadékra Zombor, Kula és Újvidék környékén lehet megszámítani. Szerdán Vajdaság szerte folytatódik a perzselő hőség 38-39 Celsius fokok kíséretében. A napsütés csak időnként zavarja erőteljesebb gomoly felhő képződés, délután heves zivatarok kialakulására is figyelmeztetnek a meteorológusok, amelyet felhőszakadás, jégeső és viharos szél is kísérhet. Csütörtökön egy árnyalatnyi szelidülhet a forróság vidékünkön, de még így is marad a 36 fok körüli erős hőség a térségben. Napsütéses, gyengén felhős napra készülhetünk. Pénteken további 2 fokkal csökken a hőmérséklet, a várható maximumok az előrejelzések szerint 34 fok körül tetőznek. Napos idő valószínű, többnyire kevés gomoly felhővel és csak egy-egy futó zápor zivatar fordulhat majd elő. Többfelé megélénkül az északkeleti északi szél, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökésekre is számítani kell. A hétvége sem ígér jelentősebb felfrissülés, de pár fokkal alacsonyabb nappali csúcsokra van kilátás. Szombaton és vasárnap változó erősségű fátyol felhőzet szűrheti többfelé a napsugarakat, időszakos csapadékra csak futó nyári záporok, zivatarok kísérletében lehet majd számítani. A régióban is marad a vidékünkéhez hasonló számottevően felhős napos időjárás szerdán. Időszakos nyári csapadék Budapest, Szeged, Temesvár, Kolozsvár, Eszék és Szarajvó közelében zavarhatja meg majd a júliusi napsütést. Legmagasabb értékeket holnap 38 fok kíséretében a Szeged, Belgrád, Bukarest és Eszék közelében élők mérhetnek, míg Szarajvó és Ljubljana közelében napközben 30-31 fokig úszik fel a hőmérő hiányszála.